a virágzászugó program az arra, hogy az önkormányzat biztosítja a lakóközösségek részére az egynyári virágokat, évelőket, cseréket, kisebb fákat, trágyát, fagúcsot, ami minden, ami kell a kiskerthez. Úgy írnám, hogy vegyesen hoznánk évelőket, 80%-ban és 20%-ban hoznánk úgymond egynyáriakat, árváskát, ilyesmit, igen, meg egy kis díszfüvet, ilyesmit, törpecserét, és akkor ezt vegyesen mi összeállítjuk, hogy szép legyen, és akkor hozzunk az egészet, és akkor itt leteszünk, és akkor itt elosztjuk az összeset, igen, jó? Igen, igen. Legyen kigyomlálva, föllazítva, és ha nagy szárazság van, akkor legyen azért beiszapolva előtte lévő nap. Ne nagyon vegyesen rakjuk a virágokat, jó? Tehát, hogy vannak kék árvácskák, azok lehetőleg így egy körbe kerüljenek. A virágzászugó program keretében belül köszöntjük Önöket. Én is, illetve Bárki László képviselő úr is megtesztelte az ültetésünket, úgyhogy ő is fog nekünk segíteni. Megfogjuk kis növényt, akár egynyáriról, akár évelőről, bármiről van szó. Megnyomogatjuk oldalt ezt a kis konténert, kiszedjük belőle a vegyőkeresített anyagot, hát persze vigyázzunk azért rá, tegyük be az ültetőgödörbe, és arra figyeljünk oda, hogy nehogy jobban elássuk a növény, meg nehogy valamennyi kimaradjon belőle, akkor kiszáradhat, meg akkor esetleg berothatod, úgyhogy pontosan ugyanarra a részre kellene betenni. Örülök, hogy itt az én körzetemben is a vezérútért, a földi lakótelepre eljutott a virágzó zuglóért mozgalom. Amennyiben lakók szeretnék, hogy ez a környék is, a körzetem is zöldebb, szebb legyen, nyugodtan forduljanak hozzám, szívesen teszek ezért. Hiszem, az a legfontosabb üzenet ennek az egésznek, hogy az emberek végre sajátjukének érzik a lakókörzetüket, tesznek is érte, meg hogy meg lehet látni a közösség együtt. Dolgoznak, szépítik a környezetüket, és utána természetesen gondoskodni is fognak róla, tehát a saját útnak fogják tekinteni. Szeretnénk, hogyha szebb lenne itt a környezet körülöttünk, hogyha csak ilyen talpalatnyi zöldjük nekünk akkor is, és igazából jó lenne, hogyha folytatása lenne ennek mondjuk tavasszal vagy a következő éjszakokban, meg így a gyerekek is megtanulják azt, hogy hogyan lehet mondjuk környezettel együtt élni, egy növényt, egy virágot gondozni, abból mi lesz egy évszak múlva, tehát én fontosnak tartom ezt is, hogy törődjön a környezetével, törődjön a környezettel, úgyhogy próbáljuk egy kicsit ilyen környezettudatosan nevelni a gyerekeket. Gyakorlatilag miután mindent elültettünk, utána amiket hoztunk fadarálékot azokra a növényekre, illetve a növények köré szórjuk majd ki, de ez csak azután, miután a területet nagyon szépen elrendeztük, mert hogyha így a föld összekeveredik ezzel, akkor nem tölti be azt a hatását, hogy ne kevesebbet kelljen jövőre öntözni, tél folyamán se fagyjanak ki ugye a növények, és ne nyomosodjon lehetőleg, jó? Szeretnénk megköszönni, hogy a házból ennyien részt vettek ezen az ültetésen. Ugye az önkormányzat az elsősorban növényeket, virágokat tud adni, illetve a hozzávalókat, Önök pedig azt a munkát, valamint a gondoskodást, amit itt egész évben itt láthatunk. Úgyhogy mi nagy örömmel fogjuk ezt a területet majd később is leellenőrizni, meg megnézni, hogy bármilyen kérdésük van a programmal kapcsolatban, szakmai segítség, akkor keressenek engem. A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Az utcafront építéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Dekostones biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon Ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.